Na szervusztok, sziasztok mindenki, mielőtt belemegyünk a mai videóban, és megnézzük ezt az újabb érdekes tartalmat, mindenképpen szeretnélek megkérni titeket, hogyha tetszik a tartalom, mindenképp egy követést hagyjatok itt, valamint a lájkot ne felejtsétek el megnyomni. A videó alatt pedig van egy csomó link, amiket csekkoljatok le mindenképp, mert ott van a Discord szerverünk, az Instagramom, a Twitch, ahol minden nap live-olok, meg ugye a TikTok fiókom, és ha még ennél is tovább mennél, akkor váljátok csatornataggá, és támogassátok a csatornát, hogy fent tudjon maradni, valamint hogy extra tartalmakban részesüljetek. Szóval jó szórakozást a videóhoz, aztán nézzük meg, hogy mit hoztam ma nektek. Na cső mindenkinek, én Gergő vagyok, és ez pedig itt a HNG csatorna, és innentől kezdve egy óriási tesztnek szeretném alávetni a Forza Motorsportot, mindenféle előítéletek nélkül, nincsen semmilyen elvárásom a játékkal szemben, megnézzük, hogy inkább árkád, vagy inkább szimulátor. Gyanús, hogy én inkább az árkádra tippelném most be a játékot, de majd kiderül. A következőt fogjuk csinálni, van nekünk ugye jelen pillanatban egy Ford Mustangunk, ja igen, és fontos, ez egy hosszú videó sorozat lesz, szóval körülbelül 3 részből fog állni minimum, szóval a követést érdemes benyomni, ha nem akarsz lemaradni a végén. De ez csak egy tipp, úgyhogy majd eldöntitek. Szóval jelenleg úgy néz ki a Verdánk, hogy nincs rajta semmilyen tuning, semmi az ég világon, egyetlen egy dolgot leszámítva, full üres gyári az egész autó. Még a felnit is gyárira raktam, egyedül csak a gumi abroncsból van rátéve a versenygumi, ennek is megvan az oka, amit majd mindjárt kifejtek. Az első tesztünk abból fog állni, kiválasztok egy szabad játék módban lévő pályát, ami nem más, mint a barcelonai versenypálya lesz. De a lényeg az, hogy mondom, full gyári autó, ez az alap tesztünk kiinduló pillanat, és innen fogunk majd tovább tesztelgetni. Szóval tesztvezetés, Barcelona, Grand Prix, dél és tiszta az időjárásunk, és így fogunk nekivágni a versenynek. Meg is érkeztünk Barcelonába, és a következőt fogjuk tenni. Kétféleképpen fogok végigmenni a pályán, mind a két alkalommal 3 kört fogok megtenni. De mindezek előtt a következő beállításokat fogjuk elvégezni az autón. Amit tudnotok kell, hogy itt a gyorsfejlesztésekben, hogyha betölti a játék, jelezném, hogy minden gyári. Ebben az esetben én mindig visszaállítom nektek full originálra, szóval itt semmilyen módosítás nincs az autón, tehát minden az alap, semmiben nem nyúlunk bele. Hát ugye a tuningolásra értem jelen pillanatban, hogy minden full a gyári, ezekben nem is lehet, és amiben bele lehet, az is olyan, hogy nincs belenyúlva. Üzemanyag és gumiabroncs. Na a következő van, betesztük lágy keverékre, és beállítjuk 3 körre, tehát ugye 3 kört tudok megtenni, amit jelenleg azt írja a játék, hogy nem tudja, szóval akkor azt nem tudom, hogy miért tegyük 100%-ra. Továbbra sem értem, hogy mi a gebasz. Jó, a lényeg, hogy próbálgattam itt a beállításokat, akartam egy ilyet, hogy 3 körös, de az nem fog menni, szóval a következő van. 100% üzemanyag és lágy gumiabroncs. A tesztünk 2 eseményből fog állni, de hogy értsétek a dolgot, elnyitom a versenyt, hogy lássátok, hogy miről van szó. Szóval, most, hogy látjátok ezt a kis kijelzőt, a következő van. Látjuk itt, hogy hány százalékos a gumi, látjuk azt, hogy hány fokos a gumi, látjuk azt, hogy mennyire fogy az üzemanyagom egészen pontosan. Szóval a tesztünk a következőből fog állni. Megyek 3 kört 50 környékén, 50-es tempóval, tehát ilyen utcai tempóval, és megyek 3 kört nagyjából versenykörülmények között, és megnézzük, hogy melyiknél kopik jobban a gumi, és van-e drasztikus különbség, ugyanis kéne. Valamint, hogy az üzemanyag mennyire fogy lassú tempónál, valamint mennyire zabálja föl, hogyha nagyon nyomom neki. Úgyhogy kezdődjön a teszt. Következőképpen fogjuk megcsinálni ezt a tesztet. Bemegyek szépen ide a boxba, és a boxból kijött elindulunk, és onnan lesz mérve ez az egész történet. Lágy gumi, üzemanyag, maxon, és mehet. A mikrofont bekapcsolom, akkor azért könnyebb lesz. Jó, szerintem ezt meg lehet állapítani egyébként azonnal, hogy lassú tempónál alig fogy az üzemanyag és a gumi is. De mi van akkor, hogyha 3 kört megyek és teljes tempóval beleküldjük, végigküldjük és megnézzük. Tehát most 3% üzemanyag fogyott és 4% gumi. De most ugyanez a fölállás lesz, menjünk neki és nézzük meg úgy, hogy mit csinál, hogyha padlógázzal nyomom, mekkora lesz a különbség.
Érdekes, ugyanis ugye azt látom, hogy hát nem sokkal fogyott jobban a gumi, az üzemanyag viszont ugye nyilván drasztikusabban csökkent, tehát ott majdnem azt mondom, hogy azért jó 10%-kal többet ettünk meg, viszont az üzemanyagnál meg 6-7% ugye a gumi. Hát figyeljetek, ez eléggé elgondolkoztat, ugyanis ugye ez az autó nem tudja eléggé elmelegíteni a gumikat, legalábbis ahogy én próbálkoztam vele, nyilván lehet volna még jobban menni, de nem akartam kicsúszni. Úgyhogy most a következő tesztet fogjuk a következő videóban megnézni. Hozunk egy keményebb autót, az egyik automata váltó, a játék fog váltani, a másiknál pedig én váltok, és elváltok mindig 5000-es fordulatszámnál, vagy valahogy úgy majd, ugye, hát majd megnézzük, hogy itt mondjuk 5000 lenne a reális. Kettő dologra vagyok kíváncsi. Mennyivel megyek lassabb kört, és mennyi üzemanyagot spórolok azzal, hogy nem nyomom tiltásig. Úgyhogy check, megnézzük, aztán meglátjuk, hogy mi az eredmény, jó? Úgyhogy pacsi mindenkinek, remélem, hogy leszűrtétek így a véleményt ebből. Ez egy gyári autóval egy érdekes teszt volt, legalábbis én azt gondoltam volna, hogy jobban megeszi a gumit, meg jobban elzabálja az üzemanyagot, vagy megzabálja, de hát nem. Videó alatt linkek, Discord, TikTok, Instagram, mindent megtaláltok, gyertek, várok a Twitch-en, a live-on mindenkit, úgyhogy jók legyetek, szervusztok gyerekek, sziasztok!